Nagyon figyelj rám, mert becsapós lesz. Ám a számítógépet naponta használó fiatalokat nem könnyű becsapni. Oda is tette magát mind a 8 csapat. Az elsősök és a másodikosok saját tantermükben feszültek neki a feladatoknak, míg a harmadik, nyolcadikosok az iskola digitális termében oldották meg a feladványokat. Egy kvízt kellett megoldani, online kvízt, ami eddig nagyon sikeres volt a részükről. Nagyon szeretik ezt a témakört, magát a tantárgyat is, elég hasznosnak tartják, ahogy én is. Az alapvető programokat nagy biztonsággal tudják használni, kezelni a diákok. Ilyenek például a rajzprogramok. Viszont a programozásba gyakran törik bele a bicskájuk, lévén az már mélyebb informatikai tudást és gyakorlatot igényel. Itt órákon ez a heti 45 perc pedig kevés arra, hogy gyakoroljunk, illetve többet gyakoroljunk. Szeretik a játékos feladatokat, próbálom úgy összeállítani a feladatokat, hogy játékos legyen. Óra végén szoktunk, ha marad egy kis idő, akkor wordvallozni, okosdobozozni. Ezeket a játékokat nagyon kedvelik. Az informatika a leggyorsabban fejlődő iparág a világban. A folyamatosan érkező újításokhoz nem ritkán a fiatalok jobban, gyorsabban alkalmazkodnak, mint a felnőttek. Már a tizenévesek zsebében is ott lapul az okostelefon, amely számítástechnikai szempontból jóval többet tud, mint az Apollo 11, amely először szállt le a Holdra.